Tartsatok kirendíthetetlenül reménységetek megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. Húsvét ünnepén a zsidólevél e mondatának tartalma tárul fel előttünk, a mi reménységünk és Isten hűsége. Szívünk telve van reményekkel. Szeretnénk hosszú távon remélni, szeretnénk napi reményeket betölteni, szeretnénk elérni olyan reménységeket, amelyek után az egész emberiség is rugaszkodik, és aztán ott vannak a személyes vágyaink is. A reménységben való álhatatos kitartás az Isten műve. 16. Benedek pápa figyelmeztet bennünket, a mi reménységünk az üdvösségre szól. Az üdvösség, ami jelenti a teljességet, az épséget, a hűséget, az igazságosságot, a jóságot, a biztonságot, mindazt, amire a szívünk vágyakozik. És mégis ez az üdvösség nem a mi emberi erőfeszítéseinken keresztül fog megvalósulni, hanem az Isten hűségén. Ezt ünnepeljük húsvétkor. És ez a hűség újjáteremt bennünket. Újjáteremti a szabadságunkat, újjáteremti kapcsolatainkat, újjáteremti lehetőségeinket. Újjáteremti az értékrendünket, újjáteremti az értelmezésünket, új erőt önt tagjainkba, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és döntéseikben álhatatosan tudjunk kitartani. Szükségünk van Isten hűségére, mint egyetlen bizonyosságra. Arra ösztönöz bennünket húsvét ünnepe, megtapasztalva Isten ezen fönséges hűségét, merjünk bátran cselekedni, merjünk örömmel kilépni, merjünk örömmel cselekedni, mégpedig a szeretetnek konkrét, közvetlen cselekedeteit, mindazok felé, akik bármiben is hiányt szenvednek. Isten hűsége így tölti be a mi reménységünket, általunk, a mi cselekedeteink által. A húsvét új lehetőséggel ajándékoz meg bennünket. Így tehát szükségünk van és lehetőségünk van arra, hogy a hűségben erősödjünk meg. Az elköteleződésünkben, testvéreink szolgálatában, az igazság keresésében és az igazság alázatos, áldozatos szolgálatában. Ennek számtalan formájával találkozhatunk mindennapi életünkben, a karitatív tevékenységben, az oktatási intézményeinknek a működésében való segítésben, azok előmozdításában, a közösségeink éltetésében, az idősekről való gondoskodásban, és van nekünk keresztényeknek egy nagyon sajátos lehetőségünk az újjászületésben, ez pedig az imádság. Egyházmegyénk Boldogasszony Ima Szövetséget hozott létre az elmúlt esztendőben, és éppen húsvétkor van lehetőségünk arra, hogy megújítsuk ezt a szövetséget. Családosok, fiatalok, idősek, lelkipásztorok egyaránt. Mert hisszük Isten hűségét, a mi reménységünket az imádság lelkületében tudjuk befogadni. Az imádság nem mint egy végső cselekvés jelenik meg az életünkben, hanem mint kiindulópont, mint látásmód, mint cselekvésünknek a motivációja, mint az elért eredmények igazi értékelője. Adja Isten, hogy az egyházmegye minden tagja, hívők és nem hívők, átérezzék Isten újjáteremtő lehetőségének az erejét. Hűséges az Isten, aki az ígéretet tette, ezért tehát rendületlenül tartsunk ki reménységünk megvallásában. Áldott húsvét ünnepet kívánok mindenkinek!